Van egy bejegyzésünk, a bejegyzésben van egy tartalom. itt Ez itt a tartalom néven szerepel. Egy bejegyzésben szoktunk elhelyezni gombokat, linkeket, hivatkozásokat másik oldalakra. Ilyen esetben, amikor rákattint a látogató, akkor elmegy a mi oldalunkról. Általában ezt meg szoktuk oldani, hogy egy különfüle nyíljon meg a böngészőbe. Itt most egy kicsit csavartunk ezen a dolgon. Rákattint a látogató a hivatkozásra. Megnyílik az új tartalom. Elkezdi olvasgatni, nézegetni, egy idő után eljön az az időpont, amikor bezárja ezt az oldalt. És mi történik? Az, hogy az eredeti oldalon egy ajánlatot vagy egy feliratkoztatást tudunk megjeleníteni. Én itt a mintában mondjuk a Google oldalát hoztam be, de a lehetőség benne van, hogy amikor elhagyta az oldalunkat és visszajön, akkor kicserélődött az adott tartalom egy feliratkoztatásra vagy egy értékesítési szész ajánlatra. Ezt a lehetőséget az egész WordPress oldalon be lehet állítani, vagy egyes aloldalaknál lehet ilyet elkészíteni, akár mondjuk egy napra. Ha érdekel egy ilyen lehetőség, akkor keres a marketingeszközök.hu oldalon. Szép napot!